Tisztelettel köszöntöm a Fekete István Szabad Egyetem itt megjelent hallgatóit és interneten nyomon követő nézőit. A Covid lezárások alatt azt gondolom, hogy felértékelődött társadalmi szinten a megbecsülése mind az önellátásnak családi és nemzetgazdasági téren egyaránt. És azóta az önellátás témáját egyre nagyobb társadalmi érdeklődés övezi. Ezért tűztük ki célul, hogy Szabad Egyetemünkön is teret adunk a tettek emberének is, hiszen mindenről nem csak beszélni lehet, hanem ahogy például a furt és ásott kutak melletti kiállásként most a napi politikában adódhatnak feladatok, úgy azt gondolom, hogy a Magyar Családellátó Szolgálat eddigi missziója is példaértékű. Hadd idézzem ezért hitvallásukat Dzsida Jenő szavaival: így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen. Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítenek, lassan megnövünk. Hölgyeim és uraim, a Magyar Családellátó Szolgálat célja, hogy a magyar nemzetgazdaság felelős szereplőjeként előnyös helyzetbe hozzák a jó minőséget előállító gazdákat és termékeiket, valamint megfizethető áron eljuttassák a magyar családok asztalára a mindennapi egészséges élelmet. Mai előadásunk címe éppen ez alapján Önellátás, avagy kiút az önállításból címmel, és vendégünk tehát a tettek embere, Magyar Családellátó alapítója, Király Roland. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen. Semmilyen módon nem fog reklámról szólni a dolog, mert nem is ezért vagyunk itt, de azért csak a számok és a kiinduló pont miatt egy nagyon-nagyon rövid kétperces visszatekintés a családellátó, mint olyannak a történetére. Nagyon jó rávilágít a magyar kis- és középvállalkozások helyzetére a rendszerváltás óta, bár én nem a rendszerváltáskor kezdtem. Két helyreigazítást tennék, minden jó, amit felolvasott itt az úr, csak... Szóval az, hogy Király Roland, az egómnak, vagy önbecsülésemnek sok szempontból biztos nagyon klassz lenne, de minden sikeres vállalkozás azért ott egy csapatot feltételez. Nekem igazából talán abban van nagy szerencsém. A kitartás mondjuk azért hozza a szerencsét is, és talán akkor kitartásomat lehet mondani, hogy bármi áron, de csapatot akartam építeni arra, hogy ez egy mostanra 6000 családot ellátó rendszer, ez országosan bárki bármit tud vásárolni tőlünk, ami a lisztek, tészták, gyümölcslevek dolgában. Még valamikor neked szállítottam is ki személyesen gyümölcslevet, néztem is, hogy ki ez az őrült, aki 19 fajta gyümölcslevet rendelt, tehát a fekete ribizlitől az őszi varacki nem egy szokványos rendelés volt, hát de most vagy végignézte, vagy hát ugye akkor két gyerek volt, talán nem is tudom már akkor, hogy volt. És akkor még el is beszélgettünk egy kicsit a kapu ajban. Azt szeretném jelezni, hogy nem egy sikertörténet a magyar családellátó és a kis- és középvállalkozók története a közelmúltig. Viszont úgy alakulnak és változnak a nagyvilág és a kisvilág dolgai, hogy ezek a nem túl sikeres vállalkozások, és mindjárt helyre teszem, hogy miért ilyen bután fogalmazok, de azért ez pontos fogalmazás, de mégis úgy néz ki, hogy a kitartás valamiért nagyon fel fog értékelődni, és a kis- és középvállalkozások rendkívül fontosak tudnak lenni. Miért nem sikertörténet? A rendszerváltás óta gyakorlatilag mindannyian emlékszünk, hogy a KKV-k, tehát nagyon sokáig mi viccelődtünk, és még most is viccelődünk, hogy a KKV az egy kolumbiai kávémárka, vagy az mi lehet, mert ha miről van szó, hogy lehet, hogy ez annyi szó hallottuk, de úgy konkrétan minket ezek az intézkedések, ahol minket annyira becsülnek és szeretnek, ez nem érintett minket, sem anyagilag, sem megbecsülésben, és azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy ez azért jelentős mértékben nem változott. Most, mint a hang elment volna, nekem nem probléma. Jó, tehát nem is kell használnom? Jó, oké. Okay. Tehát önök is nagyon jól tudják, rengetegszer hallották, több kormány programjában is, egy kicsit ez már ilyen nem is kormányhoz köthető dolog, de azért most a legutolsó kormány azért nem 3, és nem 4, és nem 5 éve van, tehát azért nehéz tőlük elvonatkoztatni. Azt kell mondjam, hogy
igazi érdemi nagy segítséget a kis- és középvállalkozások nem igazán kaptak. Azt lehet mondani, hogy amikor egész iparágok adták volna már föl a küzdelmet, emlékezünk a tejtermelőkre, most a gabonaiparban dolgozók, malomiparban dolgozóknál, akkor azért valamilyen beavatkozás történik, de ez csak azért történik mindig, mert nagyon jól tudják, hogy egy egész iparág nem dőlhet be ilyen alapélelmiszerben, hiszen az egy elégedetlenséget, komolyabb problémát tud szülni. Emlékezelek vissza, nem fogok nagy történelmi kitekintésekbe menni, hogy a nagy francia forradalomnál is nagyon sok elemző mai napig a kenyér árának vagy kenyér hiányának is betudta azt, hogy az elégedetlenség milyen gyorsan és milyen drasztikus lépések irányába tudott elmozdulni, sok más okból adódóan, de hogy a kenyér, hát a párizsi asszonyok az utcára mentek, hogy nem tudtak kenyeret sütni, nem volt liszt hiány volt, gabona probléma volt. És gyakorlatilag a kenyér árát és a gabona árát és a liszt árát is igazából mesterségesen alacsonyan tartotta a mindenkori politika, mert hogyha azért azzal van probléma, az egy nagyobb probléma kör irányába megy. De most nem is a gabonaipar és a malomiparról szeretnék beszélni, bár nagyon sok mindenre rávilágít a búza, és egyfajta ilyen lakmuszpapírként is működik egy társadalmi változásokban. Tehát nagyon jól látszanak, amikor anomáliák vannak a búza körül, hogy akkor a világ is egy kicsit megmozdul. És itt most beszélhetnénk a Fekete-tengeri ugye, gabona kijutásáról, ami ha ki is jut, nem is oda megy, amiről van szó. Tehát nagyon jó, tehát ugye a búza nagyon sok mindenre rámutat, és az igazság azért mindig ott van a közelébe. Le is tudnám vezetni nagyon sok analógiában, hogy a búza mennyi mindent buktatott már le, hogy hova került, milyen mennyiségben és minőségben. Tehát én azt szeretném mondani, hogy van ugye az előadói címemben is van egy ilyen önállítás szó, és tehát először is az önellátás és az önállítás, mint olyat, szerintem tisztáznunk ki az alapfogalmat, hogy önöknek és nekem, és úgy egymás között ez mit is jelent. Ugye azt gondolnánk, hogy hát ezt a két magyar szót, ezt ugye magyar emberként mi értjük. Most az önellátásra én azt gondolom, hogy teljesen önellátást összehozni fűtésben vagy élelmiszerben azért nagyon nagy kihívás. Én úgy gondolom, hogy én egy viszonylag jó szinten állok a családom önellátásában, vagy a családok ellátásában, de ez is csak egy töredéke annak, amire azt mondhatnánk, hogy hát mi lenne az önellátás. Tehát amikor fedél van a fejünk fölött, fűteni tudunk télen, most a nyári hűtésre nem is beszélünk, mondjuk, hogy ahhoz elektromos áram kellene, és hogy gyakorlatilag az alap élelmiszerekből, ami szükségre egy emberi testnek, hogy abból mit tudunk mi előállítani, vagy abban a kis közösségben, faluban, városrészben, közösségi kertben, mi az, ami A-tól Z-ig egy emberi szükség, család szükségletében kielégítésre tud kerülni. Ez nagyon messze vagyunk, de azért mindig negatívan kezdem, és azért pozitívan fogom befejezni, és nem azért, mert úgy a jó a hangulata a dolognak a végére, és ne legyen rossz képzetük az emberek velem kapcsolatban, hogy milyen rossz dolgokról beszélt, hanem mert hiszek abban, hogy vannak megoldások. Tehát én azt gondolom, hogy ha az önellátásnak egy valamilyen szintjére el tudunk jutni, akkor az egy óriási előrelépés tud lenni. És hagyj mondjak egy nagyon-nagyon egy ilyen közönséges dolgot, hogy hát ugye engem az önellátás és a család ellátás miatt nagyon sokszor ilyen hajakennek gondoltak ebben a dologban, amely nem vette a valóságot, hiszen én magam is a disznóhúst, a marhahúst, a halat, nagyon sok mindent vásároltam. A gyümölcsöknek egy részét is vásároltam, csak azért, mert van egy hektár kajszibarackosom, vagy két hektár szőlő, a gabonáról nem beszélek, abból több van. Tehát, hogy ez nem önellátás volt, csak ebbe a körbe mozogtam, és ha nagyon akartam volna, akkor a földjeimen elkezdhettem volna a zöldség, gyümölcs termesztésnek a szélesebb spalettáját. De én ezt nem csináltam. És 2-3 éve ezelőtt, nem azért, mert elvárták tőlem, vagy ez a kép alakult ki rólunk, egyszerűen én úgy éreztem, hogy szeretnék egy kicsit, most már nagyon sokat dolgoztam, és ugye a devizahitel rabszolgák voltunk a feleségemmel, ezt talán itt páran megértik, hogy mit jelent devizahitel rabszolgának lenni, az mai napig felháborít, és ezt most itt is egy fórum, és csak kikérem itt is magamnak, nem önöktől, hanem csak azért, mert ezt máshol is majd látják, hogy ne mondja már senki, hogy tehát bármelyik kormányzat, ne mondja már azt, hogy megmentettek minket, nem mentette meg a magyar embert senki. A magyar embert
majd önmagam mentette meg, hát hogy kifizette az utolsó cekket is, tehát én 3 éve fizettem ki az utolsó hitelemet is ebbe a dologba, és semmilyen kedvezményt nem kaptam, senki nem segített, most az nem egy segítség, hogy azt mondták, hogy ha az egészre van pénzem, akkor kifizethetem, hát akkor valószínűleg már kifizettem volna amúgy is, tehát az akkor így nem volt. Nekünk egy nagyon nehéz időszak volt, hála Istennek a családunkat összehozta ez a nyomor, sokan nem tudják, hogy én 6 évvel ezelőtt egy 3 ajtós rozsdás Opel Corzával jártam, mert a vállalkozásomban a furgonok is rendben voltak, a családellátás és a termékek is, és azok a minimális fejlesztések, aminek muszáj mindig meglenni, azok is rendben voltak. Tehát mindent, na a legszerényebben éltünk, mindent elvontunk a család életszínvonalának növelésétől, azért, hogy azt mondjuk, hogy szerényen is, egyszerűen is lehet élni, de a vállalkozásunk lesz majd később az, ami majd megteremti egy kicsit jobb, tehát jobb létet a családomnak. És hát ezt mai napig így sokan, akik emlékeznek így a környezetünkből, és így mindig felhozzák, hogy ti akkor is nagyon szerényen éltetek, és hogy azért, hogy most mekkora lett a cég, egy 350 millió forintos cég az egyik cégünk, a másik egy 200 millió forintos cég, ez egy félmilliárdos cég, és ez 13 év ezelőtt kezdtük, és 7 évvel ezelőtt még a felszámolás alatt lett majdnem, mert nem bírtuk már fizetni a devizahitelt, és akkor kaptam egy kis kedvezményt, meg Vukics Ferenc alezredes lejött, és akkor a fizetés emelésében már ilyen 7-800 ezer forintot tudott keresni, és lerakta az asztalra, és azt mondta, hogy mi tudunk szerényebben élni, ilyenek a magyar emberek, és hogyha ez segít neked kifizetni valami gépet, amivel tudsz dolgozni, mert tudta, hogy nagyon, már lelkileg nagyon oda voltam, hogy a családomat nagyon szerény körülmények között kell tartsam, és az nekem olyan erőt adott akkor, hogy azt mondtam, hogy én ezt nem fogadhatom el, és hát nekem a könnyem is kicsordult akkor, és azt mondtam, hogy na jó, hát akkor halálig játsszuk ezt a meccset, tehát akármi van, fölállunk ebből a dologból. Nagyon nagy erő volt, hogy ezt azóta is köszönöm neki, és nem is hiába a barátom, meg példaképem. És a barátaim is, amikor megtudták, hogy már nagyon kivoltam lelkileg, akkor többen odajöttek, hogy ennyi vagy annyi pénzzel segítenek. Volt, akit el is fogadtam kisebb összeget, és talpra tudtunk állni, kijöttünk a felszámolásra, mindenből kijöttem, a cégünk sose volt megállítva, tehát mi mindig tudtunk működni. És mostanra már nem mondom, hogy tőkerősek vagyunk, de mindenre megvan a pénzünk, most már komolyabb kutatások, fejlesztésekben is benne tudunk lenni. Most azért a kutatást azt úgy értsék, hogy én egy búza, ilyen parcellákon már nem 12 parcellán kísérletezek, hanem 72 parcellán, és van annyi időm, hogy nem kell a munkába beállnom a furgonba, a pék munkába, a molnár munkába mindig, hanem erre már azért van annyi időm, hogy csak ezzel is foglalkozzak. Tehát ez jelenti, bár eredményekben szerintem a nagy kutatóházak, nagy állami költségvetéseinek az eredményeit, azt én is tudom hozni, sőt talán még néha jobbat is, de ez nem az ő munkájukról szól, ott egy rossz struktúra van. És a magyar mezőgazdaságban is, és akkor közelítek is a témához, tehát a magyar, tehát például a nemesítő házaink, például a gabona nemesítő házaink is, ugye ezek állami fenntartásúak, ezeket önök fizetik az önök adójába, az én adómból. Ezeknek ugye azok a feladatai, hogy olyan nemesítési eljárások maradjanak meg, legyenek, amelyben egy jó minőségű vetőmagok kerüljenek a magyar mezőgazdaságba, ezáltal az élelmiszer, ipar megfelelő nyersanyagokhoz kerüljön, ebből a megfelelő minőségű nyersanyagokból, és terméshozam, és stb. De a minőséget nem kéne kihagynunk. Ma, közbevetés, az 5 legfontosabb szempont egy gabona nemesítésnél nincs benne azt, hogy egészséges-e. Az benne van, bocsánat, vagy tápláló, az benne van, hogy ne legyen toxikus. De azért, ha ne legyen toxikus, azért nem egészen ugyanaz, mint hogy tápláló legyen, egészséges legyen, de az benne van a második helyen, hogy műtrágyára hogyan reagál. Mert a legtöbb növény, ezt kevesen tudják, nem reagál jól műtrágyára. Tehát nagyon be kell trükközni a növényeket, hogy becsapjuk vele, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a családellátó, egy folyamatos kísérlet Magyarországon arra, hogy hogyan lehet a gazdákat valahogy integrálni a búza vetőmagtól, a búza termelésen át, a malomiparon át, a pékiparon át, vagy ugye valaki vágyt a lisztbe veszi meg, van aki a pékárúba. És ugye, hogy ezt végigvittük, hogy pékségeink is vannak, ilyen pékkocsink is van, malom érdekeltségeink is vannak, saját köves malmaink is vannak. Tehát, hogy ez egy kísérlet arra, hogy ezt lehet, meg lehetett csinálni. Még mindig azt kell mondanom, hogy én meg tudom csinálni, de hogy ez széles körben vannak-e ennyire fanatikus őrültek, mert azért az nem normális, hogy a magyar gazdaságban egy magyar kis- és középvállalkozó 10-20-30-40-50 éve csak úgy tud megélni, ha fanatikus
szélsőségesen munkamániás. Azért ez nem normális. Tehát én lehetek erre büszke, hogy magas a munkabírásom és a csontozatom és az idegrendszerem elég stabil ahhoz, hogy 16-18 árakat is tudtunk dolgozni, amikor devizaitel károsultak voltunk, de azért ez nem normális dolog, és azért a családtól is elvett valamennyi időt ez a dolog. Az, hogy a feleségem egy olyan ember, aki a családot egybe tudta tartani és a gyerekeket jól tudta nevelni, az egy áldás, de azért az nem normális, hogy a magyar ember, a magyar kis- és középvállalkozó, és ez nem csak mezőgazdaság, tehát ez most lehet bármilyen kis gyártó dolog, aki fémtárgyakat gyárt, vagy bárki, tehát ez mindenkire igaz. Azért az nem normális, hogy a rendszerváltás óta, én nem látok régebbi világra vissza, de hát biztos a régebbi világról is lehetne beszélni. Tehát, hogy az nem normális, hogy ilyen kiélezett idegrendszer és munkatempó mellett tudunk csak életben maradni a multinacionális cégek között. És az nem normális, hogy egy multinacionális cég arányában olyan magas támogatásokat tud kapni, csak azért, hogy ide jöjjön, vagy kitelepüljön, hogy arányában, hogy én mondjuk 22 embert foglalkoztatok, és a Kecskeméti Mercedes gyár legelőször 2200 embert foglalkoztatott, ők személyenként, én benne voltam abban a civil bizottságban, aki hát rá akart látni, hogy mi történik, mennyi pénzt kapnak ezért, ők két forrásban megye, Bács-Kiskun megye részéről, és a magyar kormány, egyébként ez a mi adófizetőnk áll a háttérben, csak azért tisztázzuk, ez nem egy távoli történet, 58 millió forintot kapott, ez tény dolog, akkor, amikor a Mercedes gyár Magyarországra költözött, per munkavállaló. 58 millió forint per munkavállaló, ez 2200 embert ígértek, hogy 2 év alatt addigra fölfut, ma már 5000 valánynál járnak, mindegyikre nem kaptak annyit, de a 2200-ra kell. Most képzeljék el, hogy akkor én 4 emberre dolgoztam, ha 4 emberre megkaptam volna az 58 millió forintot, és akkoriban 8 millió forint volt egy Iveco furgon, amikre nekem szükségem volt, vagy mondjuk egy köves malom akkoriban 4-5 millió forint volt, hát én gyakorlatilag, ha nekem odaadták volna azt az összeget, a felét visszaadtam volna, és a másik felében nagyon, nagyon szépen el tudtam volna számolni, hogy hány munkahelyet teremtettem, milyen minőséget hoztam létre, milyen táplálékot hoztam létre. Tehát, hogy értik már, hogy miért kezdtem azzal, kicsit mindig negatívan kezdek, hogy miért mondtam azt, hogy még mindig nagyon nehéz eldönteni, hogy sikeresek vagyunk-e vagy sem. Mert az, hogy mi sikeresek vagyunk, az nem egy átlagos dolog, mert nem átlagos teljesítményt adtunk le, hanem amikor már a családom is azt mondta, hogy te annyi mindenben másba tehetséges lehetnél, és könnyebben kereshetnél pénzt, hogy miért nem azzal foglalkozom, mert ha Ferrari-t árulnék, és hogyha úgy tudnék eladni, mint a lisztjeimet, de jó a lisztjeimet azért, mert jók a lisztek, de hogy azon, abból jobban meg lehetne élni, hogy egy multinacionális cégnél lehetnék középvezető, 2 nyelven normálisan beszélek, idegen nyelven. Tehát, hogy azért értik, hogy miről beszélek? Hogy azért most itt ugye nincsenek nagyon fiatalok, de hát önök szülők nagyszülőkorban vannak. Most én hogy mondjam, önök, mi legyünk ugye egy csapat, mert azért itt nagyon nehéz különbséget tennünk egymás között, értékrendben is, úgy gondolom. Hogyan mondhatjuk azt majd a 14-17 éves, akárhány éves gyerekeinek, azért mondok ilyet, mert ugye az egyik a középiskolába megy, a másik a főiskola közelébe kerülhet, vagy a szakiskola, vagy a szakma közelébe. Tehát én hogyan mondhatom azt nekik, hogy hát vigyétek már tovább a dolgainkat, tehát szeretnek minket, sikeresek vagyunk, becsülnek minket az emberek, már meg is tudunk belőle élni. Hogyan mondják? Hát ők azt látták, hogy ez mérhetetlen sok munka. Nagyon nehéz egy gyereknek elmagyarázni, hogy a devizahitel az nem egy normális dolog volt. Hát lehet, hogy nem volt normális dolog, de megtörtént. És nagyon nehéz. És emlékezzünk vissza, az idősebb korosztály nagyon jó tudja, de itt azt gondolom mindenki van olyan művelt, hogy tudja, hogy mekkora probléma volt az, amikor szakmák szakadtak meg a szocializmusban, amikor ugye az 50-es években ugye szűntek meg sorjába, hogy tehát valakinek volt egy malm, akkor elvették tőle. Nem csak a lakását, a vállalkozásokat is elvették, és vagy ott dolgozhatott, vagy nem is dolgozhatott ott, mert ne is dolgozzon ott. És hogy ugye a gyerek már valami egész mással kellett foglalkozni, az unokának is. Most gondoljuk bele, hogyha ez nem történik meg, akkor hány, tehát például most az Akó családot ismerem, a székesvári malomról tárgyalunk, hogy átvesszük az önkormányzattól, az Akó családnak 3 malma volt, fatelepük volt, annyi pénzük volt, hogy malmokba fektették. Tehát egy családnak 3 malma volt abban a térségben, és nagyon adakozó, jó szándékú magyar emberek voltak, sok mindent tettek hazáért. Jött a szocializmus, és elvettek mindent. Tehát, hogy most nem történelembe akarok visszamenni, csak oda akarok majd kiukadni, hogy azt kell eldöntenünk, hogy most, amik vagyunk, és akik vagyunk, az mire elegendő? Mert ha most nem vagyunk elég sikeresek arra, hogy kiharcoljunk egy választáson egy más eredményt,
Tehát most egy nagyon picit politizálok, de azt hiszem itt majd ezt a mondatomat majd pont fogják értékelni. Én egy Fidesz szavazó voltam, azért úgy lehet ezt mondani, hogy Fidesz miép, Fidesz Jobbik, és Fidesz mi hazánk, és most tettem le a lantot egy pár éve a fejembe, én már nem tudok többet szavazni a Fideszre, nem tudok. Egyszerűen nem tudok, mert nagyon sok értéket látok, amit létrehoztak, de most már a mérlegben több az értéktelenség és a komaság, mint kellett volna, és ezúton elbúcsúzok tőlük. Tehát idáig tudtunk együtt gondolkodni, idáig sem egyébként, idáig sem. És jelenleg egy pártot látok, és nem azért, mert ide vagyok meghívva, őszinte szóval több párt is hívott, és máshova nem mentem el. De úgy voltam vele, hogy most már nagyjából fogom jelezni, mert nem lehet tudni rólam, hogy melyik oldalon állok. És most úgy gondoltam, hogy akkor most el fogom mondani, hogy úgy gondolom, hogy ez a vonalban nem látok még hibát. Remélem nem is lesz. Remélem tanultak más pártok hibáiból. Remélem, hogy a pártrendszer labirintusában ez a párt, ez másképp fog működni. Most úgy látom, igen, de ez majd később fog kiderülni, de a bizalmamat ide fogom megelőlegezni, és az a baj, hogy a bizalmunkat már megelőlegeztük hasonló pártokhoz, vagy más pártokhoz, és mindenki mindenhol csalódott. És most Magyarország jelen pillanatban ott áll, és a kis- és középvállalkozások meg nagyon ott állnak, mert azok emberekből állnak, tehát a kettő nem nagyon más, hogy már gyakorlatilag minden pártba csalódtunk. És most már nem tudjuk, hogy jó, most oké, ha ebbe hiszünk, de akkor itt is majd jön egy csalódás. És már kicsit úgy érezzük, hogy én nem vagyok se jobb oldali, se bal oldali ember. Én magyar ember vagyok, jobb és bal kézzel. És most már szeretném azt, hogy nem ne oldalak legyenek, hanem egyszerűen konkrét tudás legyen, konkrét pártnak, konkrét programmal, és konkrétan végig menni egy úton. Ami az átlag magyar embernek, és mi az, hogy átlag? Hát aki nem túl gazdag, nem túl szegény, mert nagyon sok szegény ember, mondjuk ki Magyarországon, azért szegény, mert tehet róla. És vannak olyan szegény emberek, akik nem tehetnek róla. Tehát én azt gondolom, hogy ha az önellátásról és az önállításról beszélünk, akkor ki kell mondanunk, hogy minden kormányzat alatt a tudásra volt esélyünk. Tehát valamilyen oktatás volt, külön lehetett tudást szerezni bárhonnan, bármilyen képzésre bárki el tud menni, és gyakorlatilag azt nem lehet várnunk, hogy ha nem képezzük magunkat, mert nekünk igazából az egyetlen csodafegyverünk magyaroknak a tudás. Az, hogy eleve szerintem viszonylag jó adja a születünk, szerintem nagyon jó az érzelmi és értelmi intelligenciánk együtt, mert az nem etikus gazdaság, ahol érzelmi intelligencia nincs benne egy vállalkozásba. Hiszen ha csak gazdasági szempontból néznék egy családellátót, és nem olyan szempontból, hogy mi jó önöknek táplálkozásban, akkor csak azt mondanánk, hogy ez egy jó minőségű dolog. De az, hogy etikát is belerakunk egy vállalkozásba, szerintem nem belerakni kell, hanem benne kell lennie. Tehát én azt gondolom, hogy a vállalkozások szempontjából nagyon fontos Magyarországon, hogy a tudást, azt lehet mondani, hogy most már olyan innovációk vannak, hogy robotizálás van, így a tudásról lemaradtunk. A robot az csak egy eszköz. Tehát egy robot egy rossz minőségű tejterméket nem tesz jobbá. És az embereknek a betegségektől való félelme miatt már igénye van az egészségesre. Tehát a tudás az nem csak azt jelenti, hogy robotizálni tudunk-e. A tudás azt is jelenti, hogy hajlandóak vagyunk-e még mindig jót csinálni a dologba. Most ugye az önellátás és az önállítást, ugye én most egy kicsit két dologból kezelítem meg. Az egyik a család, az ember. Hát az egyént én nem akarom mondani, mert azt mondom, hogy a legkisebb egység azért mégiscsak a család kéne, hogy legyen. Természetesen tudom, hogy sok magányos ember van, mert ez a világ úgy is van kitalálva, hogy nehogy család ne legyen, már az egyén is úgy legyen, hogy egy kicsit ilyen éned is van, meg olyan éned is, meg egy kicsit férfi is vagy, meg nő is vagy, meg már minden vagy. Tehát én azt hittem, hogy az egy emberig darabolják le a családot, hát ebben elég naiv voltam, hogy ezt még lehet darabolni, azért ez megdöbbentő számomra. Tehát, hogy mindig van ördögi terv és ördögi végrehajtás. De itt most azt kellene tisztáznunk, hogy az egyén és egy vállalkozás szintjén milyen az önellátás. Most azt kérdezik, hogy most egy vállalkozás milyen önellátásról beszél. Mondok egy példát. Magyar nemzetgazdaságban, ha én egy malmot szeretnék vásárolni, vagy egy malomipari gépet, akkor szinte minden gépet, a legkisebb villanymotortól kezdve a legnagyobb köves vagy hengerszékes malomnak bármely alkatrészéig, én ezt kizárólag osztrák, német és olasz vonalról tudom megvásárolni. És a magyar malomgépgyártás, a magyar malomipar, a magyar, egyáltalán az, hogy malomipar ezen a bolygón, az mindenféle magyarkodás nélkül az magyar innovációk sorozata.
Tehát amikor a rendes, hengerszékes, komoly malmok a bolygón kialakultak, az tényleg magyar innovációk. Tehát ez bármilyen olasz, német, francia malomipari szakember elmondja, hogy igen, ez így van. Tehát ez egy tény kérdése. És most ebből ott tartunk, hogy minimális gépgyártásunk van, inkább csak szervizelés szinten. Tehát, hogy a magyar nemzetgazdaság szempontjából az egy nagy kérdés, hogy az önellátás irányába el kell mozdulni. Hogy ez most a nullához képest indul-e, el kell kezdeni. Tehát az, hogy a mi gyerekeink és az unokáink korában már lesz van mondjuk gépgyártás, egy olyan élelmiszergyártás, ami azt mondjuk, hogy 90%-ban minden élelmiszert itt termelünk jó minőségben, erről most kell beszélni, most kell lépéseket tenni, teljesen mindegy az, hogy ebből most milyen eredményt tudunk elérni, vagy ez a mi életünkben fontos, de az, hogy mi lesz 20 év múlva, azt nekünk kell most elindítani ebbe a dologba. Egy másodpercet kérlek. Tehát abból a szempontból fontos ezt megközelíteni, hogyha saját gépgyártás és saját élelmiszeriparunk és mindenben törekszünk a saját vonalaink erősítésére, akkor az önellátás a család és az egyén szintjén is egy más megközelítésbe jut. Itt arról is kell beszélnünk, hogy az élelmiszer ugye ma már az is kérdés, hogy felértékelődött-e az agyunkba, hogy az élelmiszer az nem csak az, hogy napi szinten ennyit meg ennyit eszek és pont, hanem hogy az élelmiszer az azt jelenti, hogy én hányszor vagyok beteg az életemben. Ha most valaki középkorúan lebetegszik, én nem tudom, hogy a családja hogy oldja meg. Hiszen mindenkinek valahol dolgoznia kell, robotolnia rengeteget, a gyerekek még tanulnak, iskolában vannak, szinte egy család meg se tudná engedni magának, hogy 2-3 hetekre valaki csak úgy kiessen a munkából. Tehát itt tartunk ebbe a dologba. Most, hogyha az élelmiszer minőségét és gyógyító hatását, vagy egészség megtartó gondolatait előre vesszük, akkor egyértelmű számunkra, hogy az élelmiszer az nem csak, hogy egy nemzetbiztonság, tehát nemzetbiztonsági kérdés. Minden szempontból. A globális dolgok azért nagyon jól elmutattak, hogy emlékeznek talán, hogy pár hónap ezelőtt egy hajó keresztbe, szóval ez a csatornán azt hiszem, keresztbe fordult egy hajó. Na most annak nagyon kis része volt élelmiszer, és úgy tudom, hogy csak konzerv volt benne. Valaki mutatta nekem a listát, hogy mi volt rajta. A műanyag kütyüktől kezdve az gépalkatrészekig, turbinák, sok minden volt rajta. Mekkora galibát okozott a világkereskedelemben? És akkor kérdezem én, hogy egy ukrán háborúval mellettünk, egy ilyen szuezi incidenssel kapcsolatban, hogy saját cukorgyár, saját gépgyártás, saját kiskertek, a háztáiak visszahozatala, az egy ilyen, az most már nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen vágyálom, vagy egy ilyen irreális dolog ennek, hát mi értelme volna, ezt mindannyian érezzük, hogy nem. És hozzá kell tegyem, hogy ugye itt, amikor ide jöttem, egy kicsivel hamarabb, akkor ugye megkérdeztem, hogy ki az, aki itt él Budapesten, ki aki vidéken él, és ki az, aki vidéken nőtt föl. És hát ugye hát nem olyan sokan voltunk, mert 10-valány emberben, azért az derült, hogy mindenki szinte vidéken nőtt fel egy ember kivételével, az az illető is azt hiszem vidékre biztos sűrűn járt nyaralni, mert jelezte is, hogy hát ő is félig meddig. És tehát a vidékhez való kötődés nagyon erős. Én magam mindig megragadom az alkalmat arra, és akkor itt is kimondom, hogy ez a vidék Budapest, vidék pestiek széthúzás, ami most éppen Budán vagyunk, ennek nincs alapja. Tehát ez megint egy olyan eszköz volt a mindenkori politikum kezében, ami lehetőséget teremtett neki arra, hogy megosszák a társadalmat. Ez a humor szintjén nekem nagyon tetszik. Tehát viccelni lehet, hogy ilyenek a pestiek, meg ilyenek a vidékiek. Szerintem ez humor szintjén elmezze a dolog. Budaiak, oké. Okay. De hát a pestiek meg ezt mondják a budaiakról, ugye? Értem Budán is, meg Pesten is, tehát azért nagyjából tudom, hogy van ez. Tehát, hogy ennek nincs alapja, hiszen a vidék, én a értékesítésem nagy részét Budán és Pesten megy végbe. Tehát, és itt is emberek dolgoznak azért a pénzért, és ők is tisztességesen igyekeznek dolgozni azért a pénzért. Tehát ez a vidék és főváros széthúzásnak ennek az alapját, ezt felejtsük el. Ez vicc szintén, meg egy-két dologban ez így elmondhatjuk, vagy futballban, vagy bármiben, de ezt föl kell számolni. A másik fontos, amit így az önállítás, önállátás előtt még el kell, hogy mondjak, bár ez már hozzátartozik, hogy a magyar-magyar széthúzás. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy itt önellátás legyen önállítás nélkül, az kell, hogy a magyar-magyar széthúzást teljes mértékben föl kell számolni. Azt azért, ez csak egy ötlet szintjén lehet így mondani, de én konkrétan van ötletem. Tehát én azt gondolom, hogy a nagy csoporttól az oktatásban, pedagógus családból származok, tehát a nagy csoporttól kondicionálni kell a gyerekeket,
a magyar-magyar széthúzás felszámolására. Például olyan, hogy beléjük kell nevelni, szónak a jó értelmében, hogyha mentek nyaralni külföldre, és láttak egy lerobbant autót, akkor érdemes megállni, de ha az még magyar rendszámú, vagy székely rendszámú, vagy szlovák rendszámú, akkor meg főleg álljatok, mert egy magyar ember van bajba, és hogy ilyenre példát mutat, tehát egy videóka vagy bármivel, például nekem nyírségi cigányok álltak meg, amikor egy német autópályán a legrosszabb helyen robbantam le, és pont trélerre mentek ki, főraktak, elvittek szervizbe, szerettem volna nekik 50 eurót adni, ami segítettem, nem is fogadtak el semmit, és egy másik alkalommal meg borsori cigányok segítettek volna mások is, de azok segítettek, és nagyon jó érzés volt ez a dolog, hogy igazából mi kötött össze velük? Az, hogy magyar nyelven beszélünk, Magyarországon élünk, és őnekik is volt egy gondolatuk az, hogy ott egy magyar rendszámos. És látták, hogy én állok ott mellette, a leállósávnak, ott a füven. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a nagy csoporttól általános iskolában el kell kezdeni majd a gyermekek szocializációját abban, hogy mit jelent az, hogy segítünk a másiknak. Most ezt elkezdjük beléjük nevelni szónak a jó értelmébe, akkor ez 20 év múlva nagyon komoly eredményeket tud hozni. És itt szocializálnánk őket arra, hogy a vidéki élelmiszerhez szoktatni őket. Tehát ugye van az a problémakör, biztos tudják, hogy a vidékről valahonnan kapunk egy csirkehúst, akkor az egy kicsit olyan inasabb, egy kicsit olyan rostosabb. És ugye nem az a puha az, ami ugye pár hét alatt kész van csirke, ugye ma már a malacok a tenyésztésben 3-3 és fél hónap alatt kész vannak. Azért 11 hónapnál hamarabb 100 kiló fölé vinni egy malacot, azért ott komoly anyagokat kell bevetni, és ott a genetikát nagyon meg kell csúfolni. Most, hogyha a gyerekeket köteleznénk a közétkeztetésben, egyébként az időskorit is belevenném, köteleznénk a vidéki prémium, vagy jó minőség, mert nem, ez nem a prémium, tehát nekem például az én termékeim mindig azt gondolják, hogy prémium. Ez igazság szerint csak a minőség ment le a világba. Ezek a minőségek nem jobbak, mint 100 évvel ezelőtt. Ezek majdnem olyan jók, vagy néha olyan jók, mint a 100 évvel ezelőtti gabonák. Csak nekem körülbelül olyan gabonáim vannak, de már nem olyan jó a klíma, ezért már, hogy most a vegyszerezést mondom, hogy milyen vegyszerezések vannak a környező földek, az átjön hozzánk, mert én nem vegyszerezek, de azért már nem tudok, tehát nem olyan tiszták a földek, mint régen. És gyakorlatilag itt egy viszonyítási problémakör van ebbe a dologba, de visszatérve az eredeti gondolathoz, tehát a gyerekeket szocializálnunk kell arra, hogy a minőségi élelmiszerhez szokjanak. Mert ha ahhoz szoktatjuk őket, nagy csoport, első, második, amik negyedik osztály, de csak eddig kell, akkor utána ők már nem fogják elfogadni, mert nekik az lesz a rossz ízű. Csak mivel most a menzákon ugye annyira be vannak a költségvetések meg szorítva, ezért ők mihez szoknak? A gyenge minőségű élelmiszerhez, és ezért ha találkoznak egy jobb minőségűvel, egy igazi sonkával, egy szalonnával, amiről hogyha normális szalonna, bebizonyították már a tudósok, normális tudósok, nem az angol tudósok, hogy ez egy egészséges dolog. Hogy mértékkel fogyaszt, az milyen egészséges dolog. Hogy ezek az ilyen jellegű zsírok, azok milyen egészséges. Egy mangalica zsír, milyen egészséges. Na most, hogyha ezt végigvinnénk, akkor a gyerekek olyan szocializáción esnének át, hogy nem fogadnák el a gyengébb minőség élelmiszert. Hát a gyerekek válogatósága, az nem úgy van kiírva a történésbe, hogy minden, ami rossz, azt szeretik, és minden, ami jó, azt nem szeretik. Nem, hát ahhoz vannak szoktatva. Hát hogyha valaki, de nekem van egy barátom, aki szoktunk neki vinni olyat, ami nem sikerült valami termékünk, és akkor nem szép. Tehát nem szép, jó, csak nem szép. Megnyomódott a kenyér, vagy valami, és gondolom, hogy ne arra, hogy mert ez nagyon csúnya, nem is kell, hogy elfogadnod, inkább odaadom a disztokat. Ne viccelsz, hogy én olyan rossz ételeken nőttem fő, édesanyám szeretett, de nem volt egy nagy gurmé, és mindig dolgozott, és ilyen ipari környezetben volt a menza, meg mindig, hogy azt mondta, hogy nekem minden nagyon finom. Tehát minden nagyon finom. Tehát, hogy ez egy ilyen viszonyítási alap, hogy mi a finom és mi nem a finom, de azért, hogy mi az egészséges, hát ugye azért a vékony bélben, vastag, vagy gyomorban mi szívódik föl, és az hogy tápál minket, az nem szubjektív. Az nem szocializációs kérdés, mert bárhogy is nevet, vagy nőtt föl egy ember, vagy nevetek egy embert, egy gyereket, azért az egészséges az egészséges. Tehát ez nem szubjektív azért ennyire a dologra. Hát most egy kicsit nehezebb témára térek rá, tehát az önellátás, önállítás, tehát az önellátást Géczi Gábort sokan ismeritek, a néhai Géczi Gábort, Isten nyugosztalja, egy kiváló ember volt. Volt alkalmam vele sokat dolgozni is, meg egy-két dologban részt vettünk.
talán nevezhetem barátomnak, van is egy pár közös videónk, de én egyébként mindenki másról emlékszik rá, én a humoráról, tehát amikor egyszer az életben egy pályázatnak a megvalósításában részt vettem, egy slow food, ilyen lassú étel című hülye fordítás ez igazából, és kiderült, hogy ilyen LMBTQ szervezet van a háttérben, és úgy megbántam már a végén, és akkor még ki is mondtuk az egészet, hogy hát mi nem azok közé tartozunk, na hát le is tiltottak az egészről, de nem is gond ebbe a dologba, és a Gábort kimentem Makfalvára, és készítettünk egy videót. És mondom Gábor, hogy figyelj Gábor, tudod milyen vagyok, mindig megmondom az igazat. Kiderült, hogy ez a csapat ez nem is normális, de Kecskemét város nyert egy ilyen pályázatot, és már elrontottak mindent, és akkor szóltak nekem, hogy még maradt egy kis maradvány pénz, csinálja már meg visszamenőleg az összes dolgot, mondtam, hogy én visszamenőleg nem csinálok semmit, de amit kell, azt megcsinálok, és akkor slow food táborok, stb. És tényleg 110%-ra megcsináltuk, annyira, hogy a eljárás indult Kecskeméten, ez nem titok, és a 5 európai országból, végül is az 5 európai városból a második helyre hoztam vissza, de könnyű volt, mert egy olyan olasz ellenőr jött ellenőrizni, hogy mi történik itt Kecskeméten, amely köves malommal dolgozó kovászos Pék volt, és hát kijött hozzám, hogy hát itt nagyon komoly gondok vannak, és hogy mi történik itt, és hogy én ki vagyok, hogy itt mit történtek, mondom, én most vettem át, de jöjjön be, és akkor meglátta ott mindent, tehát ő azonnal fölismert mindent, és mindig nagyon jó összebarátkoztunk vele, és beszélgettünk vele, és az ő országában is egyébként hasonló problémák történnek, mint amik történnek Magyarországon is, a pénzek felhasználásával, de hogy arra akartam kiukadni, hogy az, hogy önellátás, azt mi nagyon sokan rosszul gondoljuk. Géczi Gábor, amikor kimoltam ezen a műsoron, és az önellátásról kellett beszélgetünk, meg a slow foodról, mint olyanról, és elmondtam, hogy hát ez a videó is úgy készül, hogy ezt is valami ilyen európai szervezet, oda kéne olyan embereket állítanunk, akik migránsok, hogy a dinnye termelésben milyen ügyesek, meg stb. Jó, hát én nem találtam Kecskeméten migráns, most én nem tudtam megoldani, de nem is ez volt a lényeg, mert nekem más volt a feladatom, nem is ez volt a feladatom. És a Gábor annyira elrontotta a videót, hogy végig röhögtük az egészet, és egyszerűen olyan kemény kritikát fogalmazott meg az európai gondolkodással szembe, hogy használhatatlan videó volt. Hát szerintem, és online volt a közvetítés. Hát ott semmi esélyem nem volt az egészet, és a műsor felé látszott, hogy nagyon ideges vagyok. Hát jó, én voltam a hülye, aki elmondta neki, hogy azért milyen hátterű ez a dolog, és mindegy, ezt már csináljuk meg magyar emberként. Hát magyar emberként csináltuk meg, az igazságot mondtuk ki, arról beszéltünk, amiről mi akartunk. Egyébként érdekes, hogy senki nem emelt, szerintem nem is értették, hogy miről beszélünk. A fordító ezt már nem fordította le nekik, mert az olaszok is élő közvetítésben néztek, nem tudom, aki fordította, az szerintem direkt kihagyott mondatokat. És az a lényeg, hogy Gábor nagyon jól rámutatott arra, és én ezt most is vallom, hogy ki is kerestem azt a videóját idefele, hogy azt mondta, hogy 80 hektárt vásároltok Makfalván, hogy egy önellátó közösséget, egy falut hozzon létre, és itt vagyok egyedül, mondja ő. És hogy hát nem egy család, hanem két családdal, ilyen falu gondnoki vagy egy ilyen tanya gondnoki családdal, és nem jött össze. És ugye ezt ő nagyon sokszor kimondta a halála előtt is, és én mindig arra gondoltam, hogy érdekes, hogy egy ember így elmondja a sikertelenséget. És aztán eszembe jutott, hogy Alföld Párkája néven, körülbelül a Géczi Gábor hatására 15-6 évvel ezelőtt, én létrehoztam Kecskemét mellett Tisza-Alpánon, Alföld Párkája néven, egy tanya bokor közösséget, és ebben volt 5 budapesti család és 5 vidéki család, és igazából nem jött össze, szétment. Nagyon sok mindent elkezdtünk ott csinálni, szerintem jók voltak az alapok, 10 hektáros földet tettünk meg, egész jó közösség lett volna, de olyan problémák is voltak, és akkor itt most beszélek az önellátás nehézségeiről, hogy például én elhoztam a nagyszüleim szerszámait, ők már meghaltak, és amelyeket még lehetett nélkül, vagy ami nem kellett nekünk, meg ugye nekünk sajátjaink voltak, akkor elhoztam ide, és mondtam, hogy erre mindig vigyázzatok, ez mindig eltakarítva legyen, a kapa, a horoló, a bármi, a metszőolló. És akkor mindig kinhagyták az esőbe a városi származásúak. Ugye akkor az eső a nyelét akkor átáztatta, még egy akácfá is azért átázik egy picit. Akkor jött egy erős napsütés, akkor meghasalt. És akkor ezek olyan szép szerszám. És azért úgy idegrendszerűleg már én sem bírtam úgy, és azért voltak ebből problémák, és végül szétment a csapat, eladtuk a földet, mindenki megkapta a részét. Ez most megint egy negatív sztorinak kezdődik, de viszont innentől lesz szerintem érdekesebb az előadásom. Most jelen pillanatban, ez 15-6 évvel ezelőtt történt, másfél évig ment körülbelül ez az Alföld Bárkája, és beláttuk, hogy nem tudjuk megcsinálni. De mi történt 15-16 év alatt?
Sajnos egy feleség és egy férj, nem egy családból, ők meghaltak, Isten nyugosztalja őket. Egyébként mindenki nagyon jó ember volt, tehát azt az elválásnál is tudtuk, hogy azok jó emberek. Csak nem tudtunk együttműködni. Tehát az önellátó közösségek, azért talán emlékszik itt mindenki rá, hogy nem igazán működtek. Amikor 15-20 évezet elkezdtük, volt nagyon sokfajta próbálkozás, de nem olyan sokan, Visnye Széplak egy-két hely úgy megmaradt, de ott is óriási problémák, vallási, mindenféle probléma volt. Viszont mostanra azt kell, hogy mondjam, hogy mindannyian tartjuk a kapcsolatot újra, fölvettük a kapcsolatot egymással, segítünk ebben abban egymásban, nem csak az, hogy néha beszélünk telefonon, hanem a Seregi Balázsnak Döbrök közben, aki innen Zuglóból lement, sajtokat készít, őt budapesti kézműves készségekbe beajánlottam, most már nagyon sok helyre szállít sajtot, kecske sajtot, tehén sajtot. A feleségednek az édesapja, ugye állatorvos, és ő szokott kimenni hozzá, és amikor Balázs még nagyon csóró volt, és szegény volt, és balul ütöttek ki a dolgai, akkor a te apósod ingyen ment ki segíteni neki, nem csak neki, sok mindenki másnak is, és minden adminisztratív, papírozási problémába, amikor az ember bajban van, és semmire már nincs agya, és a kétségbeesés van, devizaitás, stb. Miatt, akkor például ő is nagyon, most ez nem a reklámhely, ez egy tény dolog, és akkor kiment és segített nekik, hogy jó, nyugodjatok meg, ezt megcsináljuk, akkor telefonált, hogy onnan körbálát, hátra tudnánk, adjátok már oda, nem rossz srác, majd visszaadja, vissza is adta, stb. Tehát mostanra eljutottunk oda, hogy mindegyikkel nagyon jóba vagyunk, mindenki próbál a másiktól vásárolni, vagy segíteni, vagy valaminek utána nézni, vagy egy devizahitelt kitisztázni, az most már hásnak nem engem érint. Tehát, hogy mit akarok ezzel jelezni, hogy mi magyarok itt a Kárpát-medencében ennyi évszázad után úgy tűnik, és én erre nagyon sok bizonyítékot itt föl is tudnék sorolni, hogy elkezdtük megtanulni azt, hogy ez így, ahogy csináltuk, már tovább nem mehet. Széthúzás, az, hogy nem segítünk egymásnak, nem segítünk önmagunkon. És elkezdtünk másképp viselkedni. És most kezdenek új viselkedési minták, metódusok kialakulni. És azt látom, hogy egyszerűen volt olyan idős ember, aki nekem egy 40 ezer fős Facebook oldalt, csoportot, a Nagyi Kovászos Kenyere csoportot nekem adta, csak azért, mert ő úgy gondolja, hogy az én munkásságom erre érdemes. Soha életemben nem találkoztam vele. Most egy 86 ezer fős csoportot kaptam tavaly Paszner Gábortól, aki Németországban él, három ekkora csoportja van, és neki mások, és ezt azt mondja, ő csak úgy odaadja. Egy forintot nem kért egyik se tőlem. Na most erre azt mondani nekem, hogy a magyarság között nem indult el valami, Kadafalvan, ez egy 3600 fős városrésze Kecskemétnek, ez gyakorlatilag szőlő és sárga homokot képzeljenek el. Az egyik rész 70 milliós vadonatúj gyönyörű villág, a másik része meg még ezek a régi sátortetős cserepes házak, én még ezen a részen vagyok, egy kicsit modernebb házad, de az enyém is 30 éves, és ugye itt még mindenhol gyümölcsös van, meg állatokat is úgy, ahogy tartanak. Bocsánat, állatokat nem tartottak nagyon sokáig, és most újra elkezdtek állatokat tartani. Van is egy pár ilyen videóm a Facebookon, ahol az állattartásról szoktam ilyen sorozatot csinálni. Tudósoknak hívom a mangalicáimat, 4 mangalicát kicsi kora óta, minden héten csinálok egy videót róluk. Megmondom őszintén, nem a liszteladásomat reklámozom meg, nem is szoktam, tehát lisztreklámot tőlem nem is láttak még az emberek, hanem egyszerűen csak azt próbálom közelebb hozni az embereknek, hogy ezek az állatok is milyen klassz dolog, és hogy egy embernek az életében, hogyha van egy ól, egy üres ól valahol, akkor ezt lehet, hogy el lehetne indítani. Hát ez most a mutka az igazságügyi minisztériumnál álltam meg az autóval, és egy öltönyös ember odajött, és valaki mondta is róla, aki ott takarított, meg ismert, hogy ő az államtitkár volt, kérdezte, hogy a tudósokkal mi újság. Hát az érdekes, hogy már ilyeneket néznek, és a többi, és hogy nagyon sok ember az állattartást elindította. Most például pénteken vagy szombaton, már nem is emlékszem, egy hajnal 4-kor kaptam egy messenger üzenetet, ilyen engedélykérésem, mert nem voltunk ismerősek, egy Svájcban dolgozó hölgytől, és aznap este egy Németország Lindenberg nevű kisvárosa mellett lévő magyar hölgytől, akik kint dolgoznak, az egyik masszörként, a másik meg egy étteremben, ilyen nem tudom mi pontosan, beszerző azt hiszem, hogy kibéreltek egy kis földecskét a műsor az ilyen híradásai miatt, ahol ilyen mangalicát tart az egyik, a másik az meg egy ilyen fehér lapát, meg egy pár tyúkot. Egy idős, mind a kettő egy idős asszonytól rendel, aki meghalt a papa, a gyerekeket már nem érdekli, városba tanulnak, de még van valamennyi föld ott.
És ilyenkor mindig elgondolkozok azon, hogy most az, hogy például hány videót, meg hány helyen mondunk el valamit, én azért hagytam abba az előadásokat nagyon sokáig, és most sem nagyon kezdem el, csak egy-két helyre eljövök, mert úgy éreztem, hogy ilyen semmi értelme. Tehát én elmondom az embereknek, és innen kimennek, bemennek a Tesco-ba, és igazából nem lesz nagy változás. Most bocsánat, el lehet menni a Tesco-ba, nem a Tesco-t mondom, mint olyat, bár azért szimbolizál valamit, a magyar élelmiszeripar leépülését mindenféleképpen. De nem ítélkezni szeretnék. Tehát én is jártam McDonald's-ba is, még 30-20 éve ezelőtt, még fiatal, vagy 25 éve, hát most már sajnos több évet kell mondanom, 45 évesen. Tehát én is csináltam azért butaságokat, de azt kell, hogy mondjam, hogy mostanra azt veszem észre, hogy ha reálisan akarom látni a vidéki és a városi embereket, és a városiakhoz nagyon sok kötődésem van a munkám miatt, nagyon sok emberrel találkozok, hogy valami megváltozott. Valahogy a magyarság lehiggadt, és elkezdte tisztán látni a helyzetét. És nem várja most már mástól, hogy majd egy brüsszeli rendelet, vagy ez a párt, vagy az a párt old meg mindent, hanem azt mondja, hogy nekem az életemben most már valamit tennem kell. Persze azért hozzáteszem, hogy nem ártana lennének olyan pártok, mint a tietek is, akikre azért azt gondoljuk, hogy ez a program, meg ez a gondolatvilág, meg ezek, amiket ők közölnek, vagy információt adnak, ez egybeesik azzal, ami gondolatainkkal. Tehát én azt gondolom, hogy most az az időszak jön el, és ezt konkrétan látom, tehát ezek nem gondolati szinten valósulnak már meg, itt vagyunk, említettem is önöknek, hogy most már az emberek rájöttek arra, hogy tenni is kell ezért a dolog. Ha más nem, csak a vásárlásával. Olyat éltet, aki ebben a dologban van, olyat erősít. Tehát én azt gondolom, hogy ezt így önök is elhiszik, és látják a saját életükben, akkor itt nagyon nagy változások lesznek. Tehát emlékezzünk vissza, hogy 15-20 éve ezelőtt nem volt itt senki más ember. Tehát én akkor is figyeltelek titeket, akkor is jó gondolataitok voltak. De azokat a hibákat, amiket annak idején elkövettetek ti, vagy én, vagy bárki, tehát most mint ember, mint magánember, azokat én azt gondolom, hogy most már mindenki kezdi kijavítani. És most már ez egy más magyarság. Ez már egy sokkal felvilágosultabb, sokkal realistább, sokkal, hogy is mondjam, képzettebb abban, hogy hogyan viszonyuljon ahhoz, amikor ne felejtsük, hogy ide jön ma Debrecenbe egy akkumulátorgyár, vagy Kecskeméten megduplázza magát a Mercedes. Azért ez 20 év ezelőtt mindenféleképpen választási győzelem. Annak a pártnak, aki azt mondja, hogy én intéztem el. Már sokan nem tudják, hogy a kecskeméti Mercedes nem a Fidesz intézte el, azt a bajnaiék kezdték el tárgyalni, és a Mercedes jött, ahogy jött, éppen akkor volt már más kormány, tehát hogy ezt is kisajátítani, hogy ki miért jön ide, azért nem olyan egyértelmű, bár most már az elmúlt 15-20 évre most már nem nagyon lehet senkinek semmit fogni másra, tehát hogyha valami probléma van, most már azért nehéz lesz másra mutogatni ebbe a dologba, de hogy amit kezdtem mondani, hogy ma már Magyarországra jön egy nagy nevű gyár, ettől már nem állulunk el. Ez látszik, hogy a magyarság megváltozott, teljesen megváltozott. És ezt szerintem a politikusok is fogják érzékelni, de mi ne várjunk arra, hogy a politikusok majd változtatnak ezen a dolgon, mi a saját életünkön kezdjünk el változtatni, és ehhez nem tud más csinálni a politikum, csak rugalmasan alkalmazkodni. És ha van olyan párt is van, aki meg ezt a zászlajára is tűzi, akkor majd oda kell szavazni, akkor majd oda kell bizalmat adni, mert úgy néz ki, hogy eléggé magunkra maradtunk ebben a történetben. De most már tudjuk azt, hogy én magyar vállalkozóként pontosan tudom azt, hogy nekem semmilyen pályázat, meg semmilyen dologban nem szabad gondolkoznom, nekem azt kell néznem, hogy amin van, hogy tudok holnap és holnap után haladni a dologra. Mert nagyon sok vállalkozásnak például az idejét vette el, és a bizalmát, és a figyelmét, hogy van pályázat, gyere, és itt szerintem több ember is el tudná mondani, hogy a pályázatokat, aki nyert, az a végén nem nyert. Tehát hiába nyert, háromszoros árba került minden, nem úgy csinálta meg, ahogy szerette volna, olyan követelményeknek kellett megfelelni, amelyek nem ráisak, és nekem az én vállalkozásomban minden szabályos. Tehát én ugyanannak meg tudok felelni, de pályázatban nem tudtam volna megfelelni. Akkor az hogy lehet? Tehát az hogy lehet, hogy amúgy a népiktől kezdve mindennek megfelelek, nagyon jó minőséget állítok elő, de ezt pályázatból nem csinálhattam volna meg így, ahogy én szerettem volna. Tehát ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy minden szinten a magyarság rájött arra, hogy magára maradt, de ez nem olyan rossz hír. Magunk vagyunk, és együtt kell haladnunk ebbe a dologba, és azt kell, hogy mondjam, hogy először ez úgy fog kezdődni, hogy mindenki az egyéni szintjén rendelkezik a magát. Aztán a feleségével, az édesapjával, a gyerekével, a szomszédjával. Hogy ez milyen nehéz, azt el nem lehet mondani.
Tehát én most jutottam oda, hogy 15 éve költöztünk ehhez a házhoz, Budapesten is éltünk, vidéken nőttem föl, külföldön is éltem, és 15 éve visszamentünk Kecskemétre, és Kecskemét után kimentünk ebbe a faluba, nagy birtokkal, nagy területe, a vállalkozáshoz megfelelő épületekkel, stb. És most jutottam 1-2 éve oda, hogyha a szőlőből terem és egy zacskót átakasztok a szomszédhoz, aki amúgy beszélek, mindegyikkel jóba vagyok, most jutok oda, hogy elfogadja. Elfogadja, mondjuk az, akinek nincs szőlője. Vagy egy lisztet, vagy átakasztok egy lisztet, és ő mondjuk visszaakaszt egy barackot. Mert az a fajta barack nekem nincsen. Most jutottam odáig, és én ebben mindig nyitott voltam, és mindig kezdeményeztem. És volt, aki visszahozta, hogy nehogy a kutyája majd szétszedje a lisztet. Tehát, hogy milyen, ez a, sajnos itt megint a kommunistákat, szocialistákat nem lehet kihagyni, mert ugye ez a szomszédsági viszony, ez a följelentjük egymást, ez a szocializmusban alakult ki, ugye amikor följelentették a disznóvágástól kezdve a pálinka főző, attól függ, hanyos éveket írunk, ugye? Tehát, hogy ez onnan indult ez az ősbizalmatlanság, de ez az ősbizalmatlanság is, amit ezek a hát számomra nem túl értékes emberek kialakítottak, ez kikopik. Tehát azt vegyük észre, hogy ami a fejünkben van egy adott dologgal kapcsolatban, az nem biztos, hogy reális. Tehát az, hogy a magyar széthúzó, vagy hogy a szomszéddal nem lehet kooperálni semmibe, vagy hogy egy városban a szomszédot azt nem ismerjük, mert minek is ismerni, meg ez egy normális dolog, hogy nem ismerem az alsó-főső szomszédot biztos, az az egyik szomszédot talán, de annak is csak a keresztnevét. Ez így volt, de ennek már nem kell így legyen. Senki az égvilágon nem állítja meg önöket, hogy a szembe szomszédnak, vagy valamelyik szomszédnak, vagy egy új szomszédjának egy társ süteményt odaadjanak. Senki az égvilágon ezt nem tiltja meg, és nagy valószínűsége nagyon jól fog esni az illetőnek. És higgyük el, hogy ilyen kis dolgokból alakul ki a dolog. És én édesapámmal nagyon sokáig nem voltam jó, mert nagyon kemény kun ember, zabi gyerek volt, eldobott gyerek volt, 2 éves korában, stb. Mezőgazdaság, gépgyártás ezekhez ért, mindig is gyönyörű állatai voltak, szép gazdasága volt, szüleim elváltak 17 éves koromban, amit nagyon sajnálok, de nem illettek össze, de én nagyon házasságpárti vagyok, és mostanra békültünk, hát most már 72 éves, és a 65 éves korában szerintem megöregedett valamennyire, úgy agyilag, fizikailag még szerintem, még most is azért nem állnék le vele szkanderozni, de talán most már megfognám. Ez volt a vicc helye. Viszont megértettem azt a gondolkodását, hogy ő mindig is úgy gondolkodott, talán azért is, mert zabi gyerek volt, hogy egyedül van a világban. Nem számít semmi, ő van egyedül. Ez sajnos a családba is belevitte, de azért az a gondolkodás, hogy ne várjuk mindig valaki mástól a segítséget. Tehát, hogy én most tudom azt, hogy mi az, amit ő rosszul csinált, de hogy be kellett lássam pár évezet, és mi azért kötöttünk békét, és vagyunk nagyon jóba most már, és ez egy nagyon jó érzés nekem, mert rájöttem, hogy azért majdnem mindenben igaza volt. És beláttam, én sok mindent másképp csináltam volna, de hogy én mindig azt hittem, hogy majd egy pályázat, hogy majd ez lesz, meg az lesz, hogy majd másokkal, ha kooperálok, és mindig csak, hogy egyedül, csak magadat próbál csinálni. Persze nem fejlődtem volna annyit, hogyha csak ráhallgattam volna, én ebből csak azt akarom kihozni, hogy a magyar ember minden szinten család, vállalkozás, Európa szinten, szomszédos országok viszonylatában rájöttünk arra, hogy senki semmilyen kapcsolatunkat nem fogja megjavítani, ha mi nem kezdeményezünk, ha mi nem próbálunk tenni érte. És azt se tántorítson el senkit, hogyha most a holnap, vagy bármikor a szomszédjával, vagy az édesapjával, vagy a gyerekével ki szeretne békülni, nem biztos, hogy az első gesztus fog működni. Az se biztos, hogy a második. De én nem nagyon tudom elhinni azt, hogyha egy embernek folyamatosan teszünk gesztust, hogy az előbb-utóbb nem gondolkozik-e azon, hogy azért van itt valami közös dolog, meg hát azért valamit lehet. Én azt sem mondom, hogy nincsenek olyan családi vagy vállalkozásbeli problémák, amiket nem lehet csak úgy már tovább lépni, azt meg le kell zárni, de akkor is előre kell mennünk ebbe a dologba. Tehát az önellátás feltétele, én azt gondolom, hogy egyén és lélek szintjén is el kell, hogy induljon abba a szempontból, hogy először is önmagunk vagyunk, de nem vagyunk önmagunk, hanem mi vagyunk egymásnak. Tehát az én vállalkozásomat a magyar vásárlók tartják életben. És ő nekik a vásárlásoknál nagyon, tehát eleinte nem a minőség, mert az megvolt, hanem egyszerűen az, hogy én magyar emberként viselkedtem, magyar zászló mindenhova ki volt téve, egy lovaskocsis kemencével jártam 8 évig az országot. És ők azért, mert ez egy magyar dolognak tűnt.
aztán, hogy ők hazavitték, és hogy ez tényleg jó volt, az hozta a későbbi sikereket. Tehát én azt gondolom, hogy a mi vállalkozásuk is, vagy az én életem is azt mutatja rá, hogy ha kitartóan egy magyar vonalba beletesszük az energiánkat, és ne semmi nem tántoríthat el tőle, és A-tól Z-ig minden magyar, most a furgonjaim nem, de a búza genetikától a minden végig a termékekben magyar, és magyar feldolgozás, akkor igenis lehet sikerülni. És az, hogy a mi vállalkozásunk is így került, én most 8-10 olyan vállalkozást az én ismeretségemben föl tudok sorolni, akik több száz milliós forgalmatra tettek szert, és nagyon-nagyon jó minőség, és nagyon biztos lábakon álló vállalkozás, és 10-15 évesek. Nem örökölték, nulláról kezdték el. Sajnos semmilyen módon nem köthető semmilyen kormányzathoz a sikerük, ezt nem mondhatjuk, ez nem lenne igaz ebbe a dologba. Azt lehet mondani, hogy a saját kitartásukkal és azzal, hogy kitartottunk egymás mellett. Tehát amikor a devizahitelnél nem bírtam kifizetni egy törlesztő részletet, és akkor a tészta gyárosnak elküldtem a lisztet, de nem tudtam kifizetni a munkáját, meg a tojásokat, és akkor 3 hónapig csak küldte a tésztákat. És akkor utána neki fizettem részletekbe vissza a dolgot, de segített nekem túllépni egy nehéz időszakon. Mi történt? A magyar vállalkozóval papírt semmit nem írtunk, tehát semmi. Szóval számlákat később állította ki, hogy azok rendben legyenek könyvelésileg. Tehát egyszerűen segítettek nekem. Vagy az, hogy Vukics Ferenc lejött és azt mondta, hogy havi fizetésemet odadom, próbálj meg valamit kitalálni. Nem is fogadtam el, de lélektanilag olyan erős hatással volt rám, hogy azt mondtam, ez egy ember. Tehát, hogy hitt egy magyar ember egy másik magyar emberbe. Egy magyar vállalkozás azt mondta, hogy segítek neked, amiben tudok. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindig meghálálja a dolog magát. És mostanra azt lehet mondani, hogy olyan helyzetbe kerültem a vállalkozásunkkal, hogy csak a feleségemmel kell vitatkoznom, hogy mi segítek ennek meg annak az embernek, majd túl soknak segítünk. Szerintem nem túl soknak, hanem annyinak, amennyinek éppen tudunk, úgyhogy annyinak segítünk. És most például a sajtos barátunk is, ugye a Balázs, akit említettem, a Dövrökközön is, hatalmas ugrásra kész, most egy elhagyatott üzemet kibéreltünk neki, vagy hát ő kibérelte, én csak segítettem tárgyalni az önkormányzattal. Az önkormányzat fillérekké odaadta neki, egy nagy üzemet 50 000 forintért odaadtak neki, ami egy savanyító üzem volt, az a tej sajgyártásban ugyanaz, az a HACCP-t igényli. És most úgy néz ki, hogy még 20 pékségbe fog beszállítani, ezek ilyen kis kézmes pékségek, de ezek már komoly darabszámot tudnak eladni, és gyakorlatilag csak hittünk benne. És nem is mindig volt alkalmas rá, mert idegileg ki volt, meg már azt se tudta, hogy hol aprózódik-e, de segítettünk neki, most egy rossz furgont adunk neki oda, ami azért tud működni, egy negyed évre mondtuk, hogy megkapja, hogy a szállításban most ne kelljen egyből furgont vásárolni, mert most már sokkal többet ad el, mint egy személyautó, és gyakorlatilag megtáltosodott az ember. És újabb termékei jönnek. Olyan termékek, hogy Londonban néztük egy élelmiszeripari kiállításon, hogy milyen termékek vannak, és a Balázs mondta, hogy ezt találta ki, és már mutatta, hogy neki már kész is van, és küldi át a fotót. Én küldöm neki a londoni kiállítás, hogy nézd, milyen termékek vannak. Lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni a hasonlót. Visszaküldi nekem, hogy le vannak gyártva, most viszem hozzátok, és már lesznek. Hát mondom, akkor nem is tudom, ki a gyorsabb. A londoniak, vagy a Balázs ott Dövrök közben. Tehát, és most köszöntem meg nemrég, Pasiról beszélünk, kicsorult a könnye, és akkor azt mondta, hogy Roli, nem sokan hittek bennem, de te meg a Pék barátaid hittek bennem, és hogy most már látom, hogy leszek sikeres. Már a siker ez nem azt jelenti, hogy milliárdokat fog keresni, eltartja tisztességesen a családját, tud fejleszteni, biztos lábakon áll majd a vállalkozása, és csak annyit tettünk, hogy hittünk benne. Higgyék el, nem olyan nagyon nagy dolgokkal segítettünk, tehát ilyen milliókkal mi nem segítettünk. Egy keverőgépe, vagy ezzel-azzal, de ezek nem milliós gépek. Kisebb-nagyobb dolgokkal segítettünk, de legfőképpen hittünk egy másik magyar emberben. És én azt szeretném, hogy önök is értsék meg azt, hogy ha önök például vásárolnak egy kézműves helyről, és ott látják, hogy ez egy tisztességes magyar ember, menjenek oda, és már a vásárlásokkal önök nagy, ott már megtettek mindent. De menjenek oda és mondják meg neki, hogy köszönöm szépen, hogy ezt ön kitart és csinálja. Nem tudják elképzelni, milyen sokat jelent az embereknek. Nekem mai napig nagyon sok díjat nyertek a termékeimmel, nemzetközi szinten is. Nem értékesek. Nekem nem értékesek. Nekem az értékes, amikor itt jöttem, és a napszemeges hölgy jött, hoztam neki 3 lisztet, mert rám jött, hogy hozzak, hogy árulok egy terméket, mondom, amit nem szeretnék, semmit se. És akkor láttam a szemébe, hogy milyen öröm volt, most nem is figyel ide, hogy milyen öröm volt neki, hogy örül beszélek, igen. Hát, hogy nekem milyen öröm, hogy mindenhol a posztjaimnál odaírja, hogy ez a termék a világ legjobb terméke, hogy fölcsillan a szeme, hogy meglát engem a termékek miatt, és hogy egy magyar embernek a megbecsülése, higgyék el,
Az egyik embertársunk megbecsülése, és a másik, amit én sajnos az édesapámmal nagyon nem tanultunk meg, és most öregkorára elkezdtük csinálni, hogy azt mondja, hogy fiam, azért ez egy jó kenyér. Azért ez egy jó kenyér. Azért a te kenyered, annak nincs párja. És mindig tudtam, hogy jó kenyereim vannak, már amikor jók lettek. De hogy azért ez kimondva mennyire más. És hogy én is azért el tudom mondani, hogy apu, ez a traktor, amit te megcsinálsz, vagy az, amit itt lebetonoztál, ezt nem bírjuk fölverni. Tehát én nem tudom, milyen anyagot raktatok bele, vagy hogy nálad bármilyen állat ide kerül hozzád, egy csontsovány ló, az fél év múlva úgy néz ki, hogy egyszerűen kiszakadnak az izmok belőle, olyan gyönyörű, olyan fényes a szőre. És hogy ezek a szavak, hogy mennyire tudnak segíteni. És ezt higgyük el, hogyha kimegyünk a piacra, és elmondjuk annak az árusnak, akár a kereskedőnek is. Tehát egy kereskedőtől se kell. Vannak olyan kereskedők, akik a legjobb dolgokat összegyűjtik. És azt adják oda az embereknek, és nagyon figyelnek, hogy mindig a legjobb. Hát azt is meg kell becsülni. A kereskedő az nem feltétlenül pejoratív. Volt ilyen része is ennek a dolognak. A másik példa, amit még szerettem mondani, hogy mindenki emlékszik, hogy a 90-es években voltak a privatizálások, és hogy tényleg fillérekért kidobtak mindent, átjátszottak ide, oda, amoda. És én egy picit most azt látom, hogy most jön megint egy hasonló időszak, hogy a nagy gyárak ugye, hogy települnek ide, és ettől hasra kell esni, miközben azért már mindenhol munkaerő hiány van, és azért el kell mondanom, hogy az én vállalkozásommal is ez már komoly probléma Kecskeméten, hogy nem találok semmire embert, és 2500 forintos nettó órabért fizetek egyszerű csomagoló, egyszerű gépkezelői munkákra, plusz bejelentés. Tehát ez gyakorlatilag egy Mercedes-es gyárnak a fizetése, és egyszerűen annyira elszívják a nagy üzemek, gyárak a munkaerőt, hogy ez mindenféleképpen problémát okoz a magyar vállalkozásoknak, de ezt úgy értsük, hogy mi tudunk fizetni normális, tisztességes bért, és mi itt sem találunk, mert egyszerűen túl sok a munkahely. És akkor bejelentik, hogy a Mercedes duplázza magát, illetve hogy a elektromos gyártásban még milyen lesz. Értem én, meg vannak jó oldalai ennek a dolgoknak, de már túlmentünk mindenen. Tehát én nem tudom, hogy erre hol van szükség. Debrecenben is munkaerőhiány van nagyon sok szakterületen. Azokon a szakterületeken, ahol ez a gyár fog jönni, ott munkaerőhiány van a térségben. Na most az, hogy most máshonnan hoznak oda embereket, azért az is egy érdekes dolog, hogy most én nem tudom, hogy Nyírségből, vagy Ukrajnám, nem tudom, tehát ez most butaságot nem akarok mondani, de azokat az embereket is, bárki is legyen az elhozzuk a családjától. Vagy ha eljön a feleségével, akkor a gyerekei maradnak ott a nagymamánál. Azért ennek mi lesz az eredménye, hogy ennyire szétszakadt családok lesznek? És hogyha a háztáj és az önellátás irányában mennénk, és azt kell mondjam, mint amit Géczi Gábor is mondott, hogy emberek, ha lehet, költözzetek ki vidékre. Én tudom, hogy ez bizonyos életkorban már lehetetlen vagy nehéz. De nagyon sokszor, ahogy régen úgy volt, hogy amikor szállítottam ki neked is a gyümölcslevet, akkor én ugye a kiszállítást nem a GLS-et csináltattuk, hogy én csináltam meg az embereim nagyon sok helyre, és nagyon sok olyan mamával találkoztam, hogy Gazdagréten, meg más helyeken is, hogy mentem fel a harmadik negyedikre, vittem a kis gyümölcsöt, és a gyerekek rendeltek a nagyszülőnek. És akkor beszélgettem ott vele, és akkor, hogy azért néha őbetűvel beszélek, már mama meghalt, már nagyon kivel nincsen őbetű, mert már Kecskemét környékén sem beszélnek annyira őbetűvel, de ha olyan közegben vagyok, akkor őbetűre nagyon szépen átváltok, talán nagyjából beszédhiba nélkül. És a hölgy észrevett egy őbetű szavamat, és hát kiderült, hogy ő kerek egy ház, ez a mi sivatagunkból való, és beszélgettünk, és végül is a könnyig hatódott meg a hölgy, amikor a vidéki dolgokról meséltem neki, és azt mondta, hogy annyira hiányzik, hogy lenne egy kis pulikutyája, akkor azt el kellett ajándékozni, abban majdnem belebetegedett, és a gyerekek jó szándékból, de eladatták vele a tanyát, mert papa meghalt, és akkor ugye ők fönn dolgoztak Budapesten viszonylag jó állásba, és akkor az idős asszonyt ugye egy panelba vettek egy kis panelt, mert sok földet is eladtak, azért 70 hektár, tehát azért elég sok volt az. Persze ez több gyerekhez tartozott volna, de csak ők maradtak meg, mert más problémák voltak. És gyakorlatilag egy panelbe sínylődött, és azt mondja, hogy mindent megadnak a gyereket, ezt is ők rendelték, már ki is fizették, kipakoltam a finomságokat, de ő neki annyira hiányzik, hogy a kis tyúkokat ott etetné, meg stb. És úgy elgondolkoztam, hogyha a földeknek csak a felét adták volna, és egy tanyán ott lettek volna, és hétvégenként lementek volna a mamához, azért orvosi ellátást már lehet szerezni vidéken is, stb. És onnan hazahozták volna a sonkát, a tojást, a csirkét, a tyúkot felpucolva, vagy a gyümölcsöt, vagy valamit, biztos, hogy rosszabbul jártak volna.
Tehát hogy azért, és most milyen értéke van azoknak a földeknek? Vagy egy normális rendben rakott tanyának milyen értéke van? És azért ezen el kell gondolkozni, hogyha önöknek van itt egy ingatlan, ami 30-40 millió alatt, már nem hiszem, hogy bárkinek itt bármilyen van, mert olyan magas az ingatlanár, azért 30 millió forint fölött vidéken még mindig egy nagyon szép tanyát lehet vásárolni. És például ott nálunk a Kiskunságon nincs sár, ugye, mert kicsit homokosabb a terület, nem mindenhol, de nincs olyan, hogy úgy járhatatlan utak. Mert egyszerűen az eső azt nagyon gyorsan elissza a föld. És sokan le is költöznek egyébként. A legnagyobb tanyavilág az a Kiskunságon maradt meg, hiszen a Hajdúságban, Csongrádban, Szeged környékén ugye nagy 1000-2000 hektáros területek vannak, mert jobb minőségűek a földek, és gyakorlatilag a tanyát minden oldalra úgy körbevágták, hogy egy kert alig tartozik hozzá, talán csak ami középütt van, az udvar volt valamikor. De a sivatag, meg a gyengébb minőségű, nagyon mozaikos, jobb, rossz minőségű váltakozó mozaikos földeken nálunk a tanyavilág megmaradt. És ilyes formán rálátok az önellátásra, mert ezek az itt élő emberek nagyon sokan gyárakba járnak be dolgozni, de azért van kert, van állat, valamennyi. Van, akinél elég komoly szinten. És amikor most levittem ilyen pados kocsival, egy 10 fős pados kocsival a budapesti barátaimat, vagy ismerősömet, vagy üzlet, akikkel üzletelek, és lejöttek, és mondták, hogy hát ők azt hitték, hogy egy sivatagba jönnek le, mert én mindig sivatagról beszélek, de hát mondom, tényleg sivatag, csak ugye ez egy szorgos nép, ezt oázisokkal telirakta. És hogy megyünk, és mondják, hogy milyen tanyák vannak itt, hát hogy ki van épülve, mindenhol napelem, az áram bevezetve, hát gáz nincsen, de hát erdő meg annyi van, és hogy milyen gyönyörű lovak, állatok, tehenek, birkák, stb. És hogy ugye két helyre be is mentünk, és tényleg mondták, hogy ez olyan gazdagság van, nem voltak nagyon gazdag, csak hogy meg volt minden, tanya fel volt szerelve, minden kis medence is volt, az egy picike, stb. És hogy azt mondják, hogy azért ez nem egy rossz világ, tehát ez egy elég jó világ. És az, hogy az önellátásról beszélgettünk, és hát senki nem úgy hívja, hogy önellátás, hanem az, hogy ez nagyjából van, ez meg ez nekem. De hogy most én is, hogy tartok mangalicákat is, meg 70 tyúkot, meg stb. Hát annyi tojást nem eszünk, de hát van egy pékségem. És akkor jó, vettem egy ilyen tojásmosót, meg ilyen mindent adminisztrálnom kell. Egy tojás annyit kell adminisztrálnom, hogy ezt nem lehet elmondani. De azért nagy, nem tudom, tehát hogy... Mivel mindig sok búzám és lisztel volt viszonylag egy emberhez képest, ugye egy családhoz képest, ezért mindig nagy biztonságban éreztem magam, hogy ha a világ vége lesz, hát én az elmúlt 15 évben már 5-ször éreztem világvéget, mindig tévedtem, mindig hülyét csinálok magamból, de az egy kicsit mindig úgy voltam gázolajja, mindennel főkészül, hogy az egy-két hónapig ellenik, és a búzák meg a liszteket jó pár évig ellenik, de hogy ugye akkor el tudnám cserélni erre, arra ugye voltak az ilyen szkenáriók itt a pandémián, azért mindenkinek megfordult a fejébe egy-két erősebb gondolat. Remélem nem úgy lesz, hogy amire már nem hiszük el, hogy világvége lesz, tényleg lesz egy világvége. Remélem nem így lesz. De hogy amióta tartok állatokat, tyúkokat, rendbe raktam dolgokat, azóta is egyre több állatomban most jönnek a libák, egy ilyen kis vizes részt csinálnak. Most akarok egy istállót a lovaknak, vagy a lányaim miatt, arra mondjuk, mint igavonó állatra még nincs szükség, de azért úgy vagyok vele, hogy akkor már veszek egy lovaskocsit, egy padoskocsit, egy áruszállításra alkalmas kocsit, ez nagyjából majd, tehát ezt ne tekintsek ilyen nagy vagyonnak, tehát egyszerű alföldi ilyen strázsás kocsik, kisebb felújításra rendbe lehet őket tenni, de iszonyatosan megnőtt a biztonság érzetem. És én soha nem éreztem, katonaviselt ember vagyok, mélységi felderítő voltam, katonai középiskolába jártam, tehát nekem a biztonság azért, azt én tudtam, hogy én azért tudok tenni. De hogy állataim vannak, sokfajta állatom van, és hogy a szomszédokkal is nagyon jó a kapcsolatom, és most már csereber élünk, ez nem tudom, egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, egy ilyen biztonsági érzés. Úgy érzem, hogy a családom az ellátásban egy magas szinten áll. És hogy ez most példamutatás is pár helyen, és a faluba, amikor 20 ilyen család van, az már egy szint. Az gyalog elmegyek hozzá egy 10 perc alatt, és ők is átjönnek hozzám. És hogy az, hogy mindegyiknél már fejsze van, mindegyiknél mindenféle felszerelés újra megvan, ami egy tanya körül lenni kell lenni. És ez egy olyan falu, ez egy fölkapott menő falu Kecskeméten, tehát itt 18 millió egy telek, meg stb. Ilyen rossz homokba. De hogy mégis valahogy van egy ilyen úrjézálás is ott, meg egy ilyen igazi tanyasi szemlélet is. Egyébként mivel én vagyok az adminja az ottani csoportnak, ezért ez a veszekedés ez mindig elindult, és én mindegyiket levertem, mert hogy én mind a kettő felet értem meg, hogy értsek meg, békének kell lenni. Én erőszakkal is elintézem, hogy béke legyen. És most arra már nagyon jó közösség van, most avattunk fel egy játszóteret, a Kecskeméti Önkormányzatot megfenyegettem, hogy
kiszámoltam, meg megkaptam az adatokat, hogy ott van a Bozál, meg ezek a nagy ilyen alkatrészgyárak, és hogy majdnem hát több mint 800 millió forint helyi iparüzési adó és felépítményadó ment be Kadafalváról Kecskemétre, és amúgy minket az autópálya el is választ Kecskeméttől, és mondtam, hogy hát valamennyit beszéljük meg, hogy a 10% visszamarad, és akkor azt minden évben hát járdákat, persze a busz megállók borzalmasak voltak, tehát ilyen szégyenivalók voltak. És mondtam, hogy akkor egy élőláncot csinálunk az autópálya fölé, meg hogy stb. Ha itt ebből meg valamit nem fognak most már adni a közösségnek, és érdekes, hogy ez mindenkit összekötött ebbe a dologba, és akkor mondták, hogy tehát adnak 30 milliót a játszótérre, csak egy fél évet egyezünk, egy fél évig nem szólok hozzájuk, és kegyetlen fideszes voltam. Na. Szóval én a fideszek kegyetlenebb ember szerintem csak a DK-sok lehetnének. És gyakorlatilag nem voltam fideszes egyébként, ezt hozzá kell tenni, mert ezt mindig elmondtam mindenhol, de oda kötöttek, mert nem láttam csak őket, vagy a Miépet, vagy a Jobbikot, és most már a Mi Hazánkat, de most már őróluk már le kellett mondjak, mert nem látom. Most már nem látom a perspektívát bennük, és még egy dolog, őket csak a fideszes szavazók tudják leváltani. Tehát őket nem fogja más leváltani, hanem a fideszes szavazók, hiszen abból kaptak többet, és azok a csalódott fideszes szavazók fogják leváltani. Én nem hiszem, hogy máshogy sikerül, csak ki az alternatíva. Tehát én abban bízok, hogy ez az alternatíva, ahol vagyunk, ez valós lesz, és én ezért nagyon drukkolok. Tehát én ezért nagyon drukkolok nektek.